hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke. Elnök úr, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. 16 órakor rögzítjük, délután megtartották első kongresszusokat, és közzé is tettek egy alapvetést a program alkotáshoz, ami mindjárt azzal kezdődik a cím után, hogy Orbánnak mennie kell. Ez a legfontosabb? Ez a legfontosabb közbülső állomás természetesen, igen, amivel aztán nincsen vége a dolgoknak, sőt, akkor kezdődik a java. Azt is írják, hogy a magyar történelem nyugatos hagyományait követik, amelynek újra és újra meg kell küzdenie a magyar ugarral, a provincianizmussal, az elmaradással, a keleties önkényen, amely most az Orbán Viktor vezette Fidesz képében öltött testet. Számolnak azzal, hogy nekik most is kétharmaduk lenne a bérések legnagyobb többsége szerint? Ez tény, olyannyira tény, hogy arra figyelmeztetem magunkat, meg a többi demokratikus ellenzéki pártot, hogy súlyos félreért is azt hinni, hogy elég lenne egy pillanatra politikai többséget szerezni. És nem csak azért, mert a mostani alaptörvény szerint az egyszerű többség sok mindenre nem elég, hanem azért, mert emögött a politika mögött van egy nagyon erős társadalmi, kulturális beágyazottságú világ, amely akkor is így fog gondolkodni, hogyha nem ilyen lesz a kormány, és ezzel kell kezdeni valamit. De mit lehet ezzel kezdeni, ha 18 hónap kőkemény intézkedésekkel tarkított kormányzás után is ilyen masszív többség van? Nem lehet, hogy az ország ilyet akar? De hát az országnak joga van ilyet akarni. Ha ilyet akar, és ennek lesz többsége, akkor sokáig, hogy mondjam, ez a kurzus fog kormányozni. Én azért szoktam óvainteni az inkább hozzám közel állókat, hogy óvatosabban a jelzőkkel. Mert szerintem a kormányváltás csak alkotmányos, demokratikus úton lehetséges. Én nem szeretem azt a mentalitást, amikor azt mondjuk, hogy bármit meg lehet tenni, egy frászt lehet bármit megtenni. Amíg a nép ezt akarja, alapvetően demokratikus választásokon keresztül kifejezve a véleményét, addig ezt tudomásul kell venni. De hát ha azt mondja, hogy óvatosan a jelzőkkel, akkor mit keres az alapvetésben az ugar, a provincializmus, a keleties önkény, ezek azért súlyos jelzők? Hát, akkor máshol van a mézlésünknek a határa. Ugye a mostani aktuális vitát azt szokta kiváltani, amikor én attól óvom a kollégáimat, hogy úton útfélen diktatúrázzanak. Ami az önkérdéset illeti, az ugar, provincializmus, ez valóban az elmúlt két évszázad, hát legalább a jakobinusokig visszamenve, a magyar jakobinusokig visszamenve, itt van a Magyarországon, mi a tájékozódási pont, van-e független magyar út, Párizsra tekintjük-e szemünket, vagy Bizáncra, hogy másik viszonyítási pontot mondjak. Folyamatosan ebben a térségben minden nemzet küzd ezzel a nyavajával, Bibó erről igen, igen szépen ír. Későn van a polgárosodás, későn van a függetlenedés, ezért aztán itt a félperiférián átmenetiség állapota lesz a tartós, átmeneti filozófiákkal és eszmékkel. De miniszterelnök úr, ön, amikor miniszterelnök volt, a haladók és a maradók közötti ellentétet sokszor próbálta elmagyarázni, és ez a magyarázat nem nyert többséget a legutóbbi választáson. Mi változott azóta? Valami miatt végignéztem a 2006-os kormányprogram beszédet. 2006 júniusában mondtam el. Ugyanazt a nyugatos polgári Magyarországot helyeztem a szöveg középpontjába, amiről most is beszélek. Ez tűnt föl nekem is. Szerintem két ok miatt van nagy támogatottsága most a mai kormánynak. Ahhoz képest tényleg nagy, ahogyan gondolkodom én a teljesítményükről. Az egyik, hogy van a mai kormány támogatóinak egy erős, alapvetően eszmeileg, kulturálisan elkötelezett, jelentős, sok százezres magja, akik akkor is, ha jobb oldalra szavaznának, ne vitassuk meg, hogy mit gondolnak ők jobb oldal alatt, hogyha a hátukon fát vágnának. Ilyen majdnem minden pártban van, most a jobb oldalon nagyobb ez a mag. Erős elkötelezettség, érzelmi elkötelezettség mag. Kettő, van egy ennél kevésbé érzelmileg elkötelezett mag, amelyet két dolog tartott a kormány mellett. Az egyik, hogy szociálisan őket jelentős hátrány még nem érte ezek az idősebb korosztályok. A már nyugdíjban lévő világot ez a kormány igyekezett egyáltalán nem érinteni. Nagyon sokaknak baja az az elemzők közül, hogy sem a baloldali kormányok, sem a jobboldali kormányok nem nagyon mernek hozzányúlni a nyugdíjas világhoz. Valóban itt azért volt némi védelme
e kormányát is a nyugdíjasoknak, a már nyugdíjban lévőknek, az öregség nyugdíjasokról beszélek csak, másokról nem. Kettő, és igaz az, hát tudjuk, hogy a választók jelentős része 2 évvel ezelőtt hát jelentős erővel fordult az előző kormányokkal szemben. Ez még kitart, szóval nem könnyű visszamenni ugyanoda, miközben nagyon jelentős új erő meg még nincsen. De ön mit ajánl új ajánlatként? Hiszen amiről eddig beszélt, az igazából konzekvensen ugyanaz, mint amit eddig mondott. Mindig azt mondják nekünk, nekem is, hogy hát tessék tanulni a múltból, hogyha valaki már nem ment el, és itt maradt már tapasztalt politikusként. Én is mindig próbálok tanulni a saját múltamból. Ezek közül az egyik tanulság az, hogy arra nem akarok vállalkozni, hogy független attól, hogy én miben hiszek, azt mondom a választóknak, amit ők hinni akarnak. Szóval ha fene-fenét eszik is, ha mondhatom így, én azt fogom képviselni, hogy egy nyugatos polgári Magyarország kell, alapvetően a piacgazdaság az jó, csak jól kell csinálni erős szociális karakterrel, nem kell új rendszerváltozás, és hogyha ennek csak 10%-a van Magyarországon, akkor ez egy 10%-os párt lesz. Ha 15, akkor 15. És egy pont után nem lehet ebben engedményt tenni. A másik tanulság, hogyha már itt tartunk, hogy a korábbinál egyértelműbben, világosabban kell beszélni erről az alternatíváról, nem kell megpróbálni bonyolult meccseket játszani a választókkal, nem kell udvarolni, nem kell őket bántani, nem kell a szemükbe vágni. Nem ezt akarom ezzel mondani, de normálisnak, józannak kell maradni. Azt is írják, és még mindig az alapvetésből idézek, hogy az ország egyértelmű haszonélvezője volt a globalizációnak. Mi a tapasztalata? Ezt sokan osztják ahhoz, hogy mondjuk egy 10-15%-os párt legyen? Hát ahhoz elegen. Ahhoz elegen. Azzal együtt, hogy a globalizáció hozzánk elsősorban az európai integrációba történő beilleszkedésen keresztül történt meg, és az uniónak az imázsa, a presztízse az messze nem olyan jó, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, de azt mondják, hogy ha úgy tennénk fel a kérdést, hogy ki akar-e lépni az unióból, akkor a túlnyomó többség azt mondja, hogy nem akar kilépni az unióból. Nagyon kétarcú a globalizáció, nem kétséges. A globalizációnak van egy eddig nem sokat vizsgált következménye. A globalizáció körülményei között nem elsősorban nemzetek versengenek egymással, hanem nemzeti hátterüktől csak nem független, különböző képzettségű, kultúrájú csoportok, akik ilyen is olyan országban is ennek a haszonélvezővé válnak, magas keresetűek, nyitottak, nyitott kultúrájak, több nyelven beszélők, magasan képzettek, és kétségtelen, az alsó középosztály alatti világ pedig nagyon sokszor nem részesedik ennek semmilyen előnyéből, közben pedig viseli a hátrányt, hogy tudnék, verseny van minden, ha állandóan is mozog a világ, miközben ők jobban szeretnének stabilitást, statikus módon is. De mit mond nekik, mert a globalizáció előnyeit a Fidesz szavazó közönsége érzékeli leginkább? És ön a jól értem, nem őket akarja megszólítani? Ebben nem vagyok biztos, amit most mond. Ebben nem vagyok biztos. Én úgy látom, hogy azok, akik ma nyitott gazdaságot, nyitott Magyarországot szeretnének, azoknak egyre kevésbé jó az a Magyarország, amely elfordul a világtól. Ha ön csak arra utal, hogy a magasabb jövedelmek most jól jártak az egykulcsos adóval. Ez igaz, de szerintem a választók, ugye nem money machine-ok, hogy csak megszámolják a pénzt, különösen a magas státuszú választók, azoknak sokkal bonyolultabb ennél a preferenciája. Én meg nekem az a tapasztalatom, persze lehet, hogy én hogy más körökben járok, hogy éppen azok, akik szeretnének egy európai nyitott Magyarországot, azoknak egyre inkább tele van a hócipőjük a Fidesz-szel. Ők nem akarnak egy bezárkózó országot, ahol Brüsszel olyan, mint Moszkva, ahol minden, ami külföldi, az rablótőke. Akik úgy gondolják, hogy igen, az a jó, hogyha két nyelvű oktatás van Magyarországon, és az angol lesz itt a közös nyelv, és az a jó, hogyha a gyerekeink 18 éves korukra akár két nyelvű oktatásban megtanulnak angolul. Én meg így látom. Még egy mondatot szeretnék idézni az alapvetésből, aminek általában az ellenkezőjével szokás szavazatokat gyűjteni Magyarországon. Ez pedig úgy szól, hogy a rendszerváltás az ország történelmi perspektívájába helyezve az alapvetően siker volt. Mit várnak ettől? Ettől semmit nem várok, őszintén szólva.
Csak ezt gondolom, és személy szerint is mélyen meg vagyok róla győződve. De ez beleilleszkedik abba, hogy szerintem mi vagyunk a magyar parlamentben az egyetlen olyan párt, frakció nélkül ma még, akik nem kokettálnak azzal a gondolattal, hogy kéne még itt egy új rendszerváltás. Én azzal a gondolattal kokettálok, hogy van rossz piacgazdaság, meg jó piacgazdaság, ennek ma rövid távon nincs alternatívája, mert mindkettő mögött a szabadság és szolidaritásnak az ügye van, jobban kellene ezt tudni csinálni, és csak azért, mert most, hogy mondjam, nem a legkurrensebb áru a rendszerváltozás. Ezért én nem fogom megtagadni azt, amit erről gondolok történelmileg. Adi volt azon kevesek egyike, nem hasonlítom magamat Adihoz, nehogy valaki félreértse. Mert azt mondják, hogy elment a józan eszem és ítélő képességem. De Adi azon kevesek egyike volt, aki Tisza alatt nagyon nem akarta, hogy az ország háborúba keveredjen 14-ben. Az ország nem értett vele egyet. Lányok, asszonyok feldobogózott házak alatt virágokat adtak a háború menetelő katonának. Majd 19-ben talán Adi sírjánál azt mondta a Nemzet, hogy neki igaza volt. Nem pályázom erre a szerepre. De azt kell önnek mondjam, hogy nem szeretnék úgy olyan áron politikai befolyást szerezni, hogy nem azt mondom, amit gondolok, és ez egy nagyon fontos történelmi viszonyítási pont a rendszerváltozás. Én meg azt gondolom, hogy bár tele vagyunk gyötrelemmel, és nagyon sokan a vesztesnek érzik magukat, az én közönségemet, ha megszavaztatom, amikor engem hallgatnak sokszor, hogy ki szerint volt jobb Kádár alatt? A többség fölemeli a kezét, és elmondom nekik, hogy szerintem látszólag volt csak jobb önöknek Kádár alatt, és belemegyünk, és megpróbálom nekik elmagyarázni, hogy szerintem történelmileg mire van rendben a rendszerváltozás. Talán ezt ráhagyják őre, mert kedvelik, vagy úgy látja, hogy meggyőzik? Ez nehéz kérdés. Én sokszor mondom az engem támogatóknak, némi mosolyjal a szám szélén, hogy maguk engem személy szerint jobban szerettek, mint az én politikámat, és ez baj, higgyék el, mert erre nem lehet építeni hosszú távon. Azt is írják, hogy a demokratikus erők összefogásának célja nem lehet kevesebb, mint a 89-es rendszerváltással megteremtett alkotmányos berendezkedés, a köztársaság újjáépítése. Milyen lépésekkel képzelik ezt el? Ugye abból indulunk ki, hogy ez az alkotmányozás és végeredményben ez az alkotmány nem legitim politikailag. Ez a nagyobb a majdtényi féle állítás, hogy ha a folyamat maga kizárja az ország többségét, a parlament ellenzékét, akkor nem lehet legitim. Akkor azt mondjuk, hogy... Bocsánat, politikailag, ugye? Természetesen nem legalitásról beszélek, hanem legitimitásról beszélek. Akkor vissza kell térni az utolsó olyan ponthoz, ami még legitim volt, ez a 10-es választások időszakában hatályos alkotmány egy lépésben. Kétharmados törvényekkel együtt és természetesen ennek összes konzekvenciájával, például az eszerint nem legitim módon kinevezett vezetők leváltásával együtt. Új alkotmányt viszont, ehhez nem kell én szerintem kétharmadnál több. Új alkotmányt viszont ehhez képest csak akkor lehet csinálni, hogyha dacára annak mondjuk, hogy van kétharmada egy új kormánynak, abba az ellenzéknek legalább egy része beszáll, mert valóban a kétharmad az nem aritmetikai szabály, legalábbis mi ezt így gondoljuk, hanem az a kényszer, hogy kormányon lévők és ellenzékben lévők az ország nagy közjogi talapzatának legfontosabb ügyeiben az alkotmányban értsenek. És hogy lehet, ez, ha egy ilyen helyzet előáll, és lesz az ellenzéknek legalább feles ereje a parlamentben, hogy a korábbi kétharmados törvényeket egy nulla pontra visszavigye, akkor ez politikailag megáll ez a rendszer? Itt ebben nagy vita van. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy feles többséggel nem lehet visszavinni ezt az alkotmányt sehova sem, mert függetlenül attól, hogy politikailag ez az alkotmány szerintem illegitim, a legalitás, az alkotmányosság formális kereteit betartva hozták meg. Ha valaki megpróbálná egyszerű többséggel egy új kormány ezt az alkotmányt annullálni, már azt mondaná, hogy ez nem volt legitim, akkor azt gondolom, hogy őrült konfliktusokat hozna az ország fejére, mert természetesen egy jobboldali közösség soha nem nyugodna bele, és igen messze elmenne, már nem csak azt mondva, hogy nem legitim ez az
alkotmányos lépés, hogy ami most mondjuk, hanem tovább menne, nem is legális. Tehát nyíltan alkotmánysértő, nem csak formális, hanem tartalmilag is. Én arra hajlok tehát, hogy itt szigorúan be kell tartani az alkotmányos szabályokat. Tehát csak akkor megy vissza minden a 10-es választások előtti állapotig, ha az ellenzéknek van 2/3? Így van, de új alkotmány még ez esetben sem lehet alkotni, mert ott meg ennél még szigorúbbak a szabályok én szerintem. Független attól, hogy kinek milyen 2/3 van, ott egy tartalmi feltétel áll elő, kormány és az ellenzéknek legalább egy részének meg kell állapodnia, hogy a utolsó legitim 10-es alkotmányt azt merre visszük tovább. És meddig gondolkodtak előre, elképzelték már azt a helyzetet, amikor majd el kell kezdeni egy ilyen tárgyalásokat, tegyük fel, hogyha az ellenzék többséget kap? Ki lesz az akkori ellenzéki oldalon tárgyaló partner? Nem tudom, nagyon messze vagyunk ettől. Hát az LMP hétvégi kongresszusa után mindenki számára világos, hogy a demokratikus ellenzék az még abban sem egységes, hogy szabad-e egymás között tárgyalni. Hogy mi lelki, emberi, talán politikai averziók is vannak bizonyos szervezetekben. Én ezt nem kárhoztatom, mint tényt leírom, ilyen deskriptív módon, hogy ez van. Idézőjelben mondom, hogy egy szerencsénk van, még egyszer mondom, idézőjelben mondom, hogy én szerintem 14 előtt itt alig ha lesz választás, addig van idő, hogy mindenki sokszor végig gondolja még a maga álláspontját. Mindig gondolja, hogy 14 előtt nem lesz választás. Korábban sokan spekuláltak arra, hogy minden további nélkül lehet, hiszen a kormánynak megvan a támogatottsága, és sokat nyerne azzal, hogyha újabb 2 évre meghosszabbodna a mandátum. Sőt, én magam ezt képviseltem. Én abban láttam rációt nagyon sokáig. Érzékelve, hogy milyen nehéz döntések várnak az országra, különösen szociális oldalon, ami itt van 12-ben, 13-ban előttünk, hogy most csak a Fidesz fejével gondolkodva, és most nem az ország érdekéről beszélek, ha a Fidesznek volt olyan pillanata én szerintem, amikor gondolhatta azt, ez legitim egy demokráciában, hogy megcsinálom a közjogi átalakítást, megpróbálom túlélni ezt nagy szociális feszültségek erózió nélkül, és miért belemennék a szociális átalakításba, amely fájdalmas lesz, előtte kérek egy új mandátumot 4 évre, hogy legyen idő, hogy kiforjon ez a politika. Ez akkor lett volna, azt hiszem, megcsinálható, hogyha idén tavasz ez a választás megvan. Ez ma már nem lesz meg, hiányoznak fontos törvények, itt vagyunk az IMF tárgyalás küszöbén, minden ellene szól. Egyébként, amit én tudok erről a dologról, hogy picit konkrétabb legyek, ilyen forgatókönyvek egyébként készültek, ami teljesen normális, hogy egy kormány végig gondolja, hogy érdekében áll-e egy előrehozott választás. És amikor az ön pártjában gondolkodtak arról, hogy érdekükben áll-e egy előrehozott választás, akkor mire jutottak? Az országnak semmiképpen. Azt gondolom, hogy nekünk személy szerint a mi pártunknak... Hát nem akarok bonyolult választ adni magának. Egy nagyon fiatal pártnak, ha a saját szempontjait nézi szimplán, oda biztosan nem áll érdekében az előrehozott választás. Ha most kimennénk ki Tóbudán, az önös stúdiójában, az utcára, Budapesten, nem is vidéken, hogy hallottak-e már a demokratikus koalícióról, mint önálló pártról, én majdnem biztos vagyok benne, hogy 10-ből 5-en, 6-an nem is hallottak róla. Hát pokoli hosszú idő kell, amire egy ilyen politikai brendet bevezetnek. Mi nem tartunk ott. Bauer Tamás után Őrsi Mátyás is csatlakozott a demokratikus koalícióhoz. Mindketten jellemzően liberális politikusok. A liberális politikát is felvállalják személyekkel együtt? Hát szedjük széjjel ezt a dolgot. Amikor alakultunk, ugye én azt mondtam, hogy szerintem a Fidesz-szel szemben egy viszonylag széles demokratikus együttműködés kell. Ezt ajánlottam én az MSZP-nek, ők ezt nem akarták. Ennek a vitának lett a vége, hogy mi külön jöttünk. És a demokratikus koalíció egész filozófiája arra épül, hogy egy olyan centrista balközép pártot építeni, amely nyitott, szabadelvű és mérsékelt konzervatív irányba is. A puding próbálja persze az, hogy megeszik, majd meglátjuk. Én például kulturális ügyekben kifejezetten liberális vagyok. Kifejezetten. Családi értékek tekintetében azt gondolom, hogy középutas. Azt gondolom, hogy identitásválasztás van belétve, nem identitásválasztást is
hogy mondjam, az amerikai demokrata párt mainstreamjétre jellemző módon szabad elvű. Azonos neműek együttélése, házassága dolgában, amely Magyarországon nagyon nem népszerű. Gazdasági ügyekben én, hogy mondjam, nem vagyok nagyon liberális. Én nem gondolom azt, hogy egy vadliberális, hogy a piac megold mindent, egy frászt volt meg mindent a piac. A piac jó esetben, ha jól szabályozott és érett, ha érett, Magyarországon egyik se igaz, akkor teljesítményt, rövid távú teljesítményt az hatékonyan mér és allokál, de ez ágában sincs szociális szempontokat érvényesíteni. A piactól éhen lehet halni egy borsodi kis faluban nyugodtan. Ezért azt én azt gondolom, hogy erősen szabályozott, nagyon érett, nagyon belső magatartási szabályokkal is megtűzdelt piac, a magántulajdon szentsége, és nagyon erős szociális ellensúlyok. Ez nem egy konzervatív liberális felfogás, amit én képviselek. És ez osztani fogja Bauer Tamás, aki egyébként ismert közgazdász, mint alelnök? Hogy mi mielőtt ezt az alapvetést nyilvánosságra hoztuk, nagyon-nagyon sokat vitatkoztunk. Ennek a legutolsó szakaszában együtt töltöttünk 2,5 napot vidéken reggeltől éjszakáig, csütörtöktől vasárnapig. Ennek a szövegnek minden bekezdése meg van vitatva. Ezt a szöveget a Demokratikus Koalíció elnöksége Niedermüllerrel, Debrecenivel, az önállt nem tudott Bauerrel osztja, és én is osztom. Azt eldöntötték-e már, ha tartanak itt, hogy milyen nemzetközi pártszövetséghez csatlakoznak, mert ez mindig érdekes kérdés szokott lenni. Mielőtt döntöttünk a formálisan a létrehozásról, és a létrehozásban kulcsszerepe természetesen a volt szocialista párti politikusok vállalták, ott mindenki számára világos volt, hogy mi a PES-hez, az európai szocialistákhoz és demokratákhoz állunk közel. Aztán megalakulás után azt mondtuk, hogy kicsikét nyugi, beszélgessünk a tartalomról, legyen világos, hogy mit ér az a kezdeményezés, amit mi itt jelentünk, és majd már teljesítmény birtokában talán 12 végén 13-ban ezt át kell gondolni, de az alapirány nem változott, tehát ebben nincsen nagyon bizonytalanság bennünk. Mi az a teljesítmény, amit át kell gondolni? Akkor valami népszerűség, választás ugye nem lesz, tehát mérni ott nem lehet. Hogy lehet mérni, hogy mi a teljesítmény? Hát abban biztos, amit ön mond, hogy állnak-e mögött választók. Most a különböző mérések szerint nagyjából 200-240 ezer támogatója van a Demokratikus Koalíciónak, ez attól függően, hogy mennyi a éppen biztos pártválasztó, vagy 4%-ot, nem a biztos pártválasztók között, vagy az egyik tekintélyességnél inkább 5-öt jelent. Hát ez nagyon a határ. Most másként néznek az emberre a világban, hogyha azt mondja, hogy kérem szépen Magyarországon engem annyian támogatnak, amennyedig a parlament. Ez egy parlamenti párt lesz. Onnan meg már ki tudja, és más, amikor azt mondja, hogy hát komoly erőfeszítéseket teszünk, és hogy mondjam, a feleségem, meg az ő családja, meg a rokonok már itt vannak velünk, a többit majd meglátjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Elnök úr, milyen különbségek, hangsúlypontok alapján tanácsolja a választást a kormánnyal ellenoldalon lévő politikai erők közül, a Jobbikot invalidő nem számítva? Hát itt sok elvi kérdés van. A legalapvetőbb kérdés én szerintem nagyjából az, amiről az első felében a beszélgetésben szóltunk. A rendszerváltozáshoz való viszony, az LMP is és a MSZP is ebben mondjuk úgy, hogy kétértelműbb, mint mi. A 89-es alkotmányossághoz való viszony, itt az LMP meg mi nagyjából ugyanazt mondjuk, az MSZP kongresszus azt mondja, hogy nem lehet visszamenni 89-hez. A piacgazdasághoz való viszony. Mi azt mondjuk, hogy a piacgazdaságot nem kell megpróbálni leváltani, hanem jól kell tudni szabályozni. Az LMP általában nemzetközi tőkét, a nyitott gazdaságot az MSZP-nél is jobban kritizálja, erősen globalizáció kritikus az LMP jó néhány megszólalásban, lásd, pláza, stop. Az MSZP az hozzánk képest baloldalibb karakterű. Az MSZP az jobban nyitott az univerzális szociális ellátások irányába, az LMP az kifejezetten, mi sokkal inkább a célzott szociális ellátásokat támogatjuk. A Demokratikus Koalíciónak a határon túli politikában ott van a legszélső határ, hogy csak akkor megfontolni a kettős állampolgárságot, ha az nem jár
állampolgársággal, az LMP és az MSZP ilyen feltétel nélkül is. Szavazati joggal gondolt, nem? Mit állampolgársággal. Tehát csak akkor legfeljebb is megfontolni, mert elvi vitáim erősek ezzel. De ha ez lenne a kompromisszuma, hogy végre legyen közös nevező, akkor ezt hajlandó lennék én megfontolni, ha van garancia, hogy nem jár szavazati joggal annak, aki nem lakik itt életvitelszerben. Az LMP és az MSZP ezt nem így gondolja, azt mondja, hogy bár minden feltétel nélkül lehet adni például második állampolgársági jogot, itt elég markáns különbségek vannak. Uh-huh. És körülbelül milyen szavazati arányokra számít, hogyha ezeket a, ha csak ezeket a szempontokat mérlegelik az MSZP, LMP, DK között? Nagyon nehezet kérdez. Elmondom, hogy én mit szeretnék. Én azt szeretném, hogy a demokratikus koalíció stabil középpárt legyen a következő parlamentben. Ez nyilván azt jelenti, hogy a bejutási küszöb fölött érdemben, nem 1-2-3%, nem egy ilyen sérülékeny pozícióban. Én nem látom, hogy hova jut az LMP, be kell önnek valami, és én, nekem nincsen szándékom az MSZP-vel vitatkozni, hát elnöke voltam, ott voltam, nem lenne elegáns és szép. Én nyilván egy sor dologgal ott nem értek egyet, de nincsen egyik párttal szemben sem féltékenységem, mert úgy teszem fel magamnak a kérdést, hogy jobb-e, amit ők képviselnek, érvényesebb-e én szerintem, mint amit a mai kormány is, azt gondolom, hogy igen. De egy pártvezetőnek azért a bejutási küszöb fölötti százalékokkal is számolnia kell, tehát mégiscsak valamennyire az igényekhez kell igazítania a lehetőségeken, meg az elvi alapon túl, amit mondani akar. Azt tudom önnek most mondani, meg a hallgatóknak, hogy egyelőre senki nem cidrizik mi körülöttünk, sem az elnökség, sem a mi tagságunk, hogy az alakulás után jó 3 hónappal itt vagyunk ezen a bizonyos 3-5%-on. Mindenki ettől, hogy mondjam, csak nem boldog. Ez úgy rendben van. Ha itt állánk év végén is, akkor azt hiszem már sokaknak remeghetne a lába. Azt hiszem, ott már nem biztos, hogy ilyen nyugodtak lennek, és ezt mondják vidéken is. Olyan kevés a kapaszkodó, és olyan kevés dolog kell ahhoz sokszor, hogy az ember elbukjon. És nem lehet nem észrevenni, hogy a választók közel 50%-a vagy 50%-a mindazok ellenére, mert az országban zajlik. Egyikünket sem akarja választani. Tudják, hogy vagyunk, de azt mondják, hogy ti nem. Más lesz a helyzet egy konkrét választási szituációban. De nem azért nem mondok önnek többet, mert hogy el akarom titkolni, hanem mert szerintem túl képlékeny a helyzet még. Tavasszal kezdődik a politikai idénye, hogy jön a jó idő. Az LMP már mondta, hogy inkább az utcai politizálásra helyezi a hangsúlyt, bár ez általán Pongyulán megfogalmazott így. A kormány pedig, kormány oldal támogatói pedig tartottak egy nagyon látványos erődemonstrációt. Felveszik a kesztyűt? Kimennek? Azért kérdem, mert ön nem kedvelte, amikor miniszterelnök volt, ha az utcán vívják meg a politikai csatákat. Többször hívta az ellenzéket a parlamentbe. Nagyon gyors és apró pontosítást fogok tenni. Akkor az utcai politizálás a parlamenti politizálás helyett jelent meg Orbán elnök úr retorikájában. A nép közvetlen felhatalmazását az utcán keresztül lehet érezni, és az a tiszta, és a többi. Én ezt nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy a parlament végtelenül fontos, kihagyhatatlan első számú terepe. Ennek kiegészítője az utca. Attól függ, hogy mire vonatkozik a kérdése. Most ebben az átkozott hidegben, mi a következő napokban, minden nap éjszakáig a mi aktivistáink Budapesten és vidéken kint lesznek. Valamikor én is kint leszek, Budapesten, Moszkva téren, meg a Blahalújza téren, teát fogunk osztani a szegényeknek. Nem csináltam korábban, ilyet nyugodtan mondhatom én is. Nem gondoltam, hogy erre szükség van. Most szükség lesz, azt gondolom, baromi sok pénzt kivett Budapest, meg az ország ebből a fajta ellátásból, azt küldjük a tagjainknak vidékre, hogy tessék megnézni a szomszédot, tessék megnézni, hogy nehogy kihűljenek, tessék kimenni és segíteni. Ilyeneket fogunk csinálni, hogy hát nyilván 15-e környékén márciusról beszélek, nyilván megint megmutatja erejét egymásnak a kormánypárt és az ellenzék, nyilván ott leszünk valamilyen módon. Az utca az nem lesz nyugodt, de nem mondom azt soha, mint amit velem szemben mondtak, hogy bármit meg lehet tenni a kormánnyal szemben. De nem lehet bármit megtenni a kormánnyal szemben, csak nyugodtan, békésen, demokratikusan, alkotmányosan lehet tüntetni, kell fricskát mutatni, a szellemesség is jó, minden jó, egy valami nem jó, a békétlenség és az indulatoknak a
korlát nélküli fokozása, hergelése. Csak azért kérdeztem, mert az év végéig nincs sok idő arra, hogy bázist csináljon egy párt, amelyik éppen most alapult meg, és ha ezt az időt nem használja ki, akkor utána kevesebb a lehetőség. Hát két év van. Két év van. Ha egyszerűen fogalmazok, akkor azt mondom, hogy több hangszeren is játszani kell. Mi egyik oldalról gazdasági konferenciát szervezünk, a sokak szemében talán nem túl népszerű, de elvitathatatlan szaktekintés és általában nagyon tisztelt Bokrossal, Békesi Lacival, Bauerrel. Lássák a választók, hogy készülünk, és ott, hogy mondjam, világos állításokat teszünk arra vonatkozóan, hogy milyen lesz a jövő. Bocsánat, hogy közben Bokros Lajos nem éppen egy konzervatív pártszervezet megalapításán, gründulásán dolgozik? Mert voltak ilyen hírek. Én nem tudom, hogy dolgozik-e. Ön akkor nálam többet tud. Azt sem tudom, hogy komolyan fontolgatja. Az MSZP kongresszusáról szóló tudósításban most valaki a reményét fejezte ki. Hogy hát sikerül megcsinálni. Hát nem tudom, hogy MSZP is volt kollégák, barátok fogják-e rávenni Bokros Lajost, hogy csináljon-e ilyet. Ott egyébként, hogy mondjam, szerintem ez a liberális konzervatív világban, mint hogyha lenne, úgy teoretikusan űr, csak nem tudom, hogy ezt el lehet-e dönteni íróasztal mellett, most magunk között szólva. Inkább arra hajlok, hogy nem. Persze, hát nézze, amit Bokros Lajos mond, az nekem időnként, hogy mondjam, liberálisabb, mint amit én gondolok. De egy fontos viszonyítási pont, és nagyon fontos, hogy miközben az utca arról szól, hogy Orbán menjen-e vagy maradjon, ekközben meg a politikusok egy másik része arról beszél, hogy ha elmegy, akkor mit kell csinálni. Én nekem az végtelenül nem tetszik, hogyha mi lemegyünk a vasra, és ott kutyát sétáltatok, mert hogy a család, akinél laktam, minden nap kutyát sétáltat, és én velük éltem az életemet, az tízszer akkora ügy, mint hogy elkezdődött egy folyamat programalkotás, hogy mi történne akkor, hogyha mi kormányoznánk. Ezzel bajban leszünk majd, mint hogyha nem nagyon tanultuk volna meg az elmúlt 20 év leckéjét. Milyen stratégiában gondolkodnak az egyfordulós választási rendszer akadályainak leküzdése érdekében? Hát újra és újra ugyanoda lyukadunk ki, hogy tudnék, ha megmarad a mai felállás, ez egy ilyen háromosztatú tér. Van egyik oldalról a Fidesz, van a Jobbik, nem menjünk bele a kettők viszonyában, azért világos, hogy sok ponton azért más, és vannak a demokratikus ellenzéki pártok. Ha nem az a felállás, hogy ez a három nagy csoport mindenütt csak egy-egy jelöltet indít, akkor egy mainál lényegesen gyengébb Fidesz is egy fordulóban relatív többséget tud szerezni, és el tudja vinni a 106 választókerület túlnyomó részét, és mellette még jönnek a listás szavazatok. Akkor egy mainál lényegesen gyengébb Fidesz is győzhet ad abszolútum kétharmaddal. Erről szól minden vita az ellenzéki oldalon. Szerintem ugye a legszorosabb együttműködés, ha mindenütt egy jelölt indul, ráadásul egy közös lista van. Ennél egyel kisebb együttműködés, hogy egy jelölt indul, de nincsen közös lista, akkor már többet kell megtanítani a választóknak, és a leglazább, hogy ez az oldal, ez itt fog maradni szegmentálódva, vagy fragmentálódva, szétesre, és listán is, meg egyéniben is külön indul. Hát nézd, akkor mai tudásunk szerint, ma lenne választás, súlyos vereséget szenvedne valamennyi ellenzéki párt. De van más választás, nagyon leegyszerűsítve, amit ön itt elmagyarázott, mint külön-külön építkezni az utolsó pillanatig, majd a választó inger küszöbét is figyelembe véve a végén egyszoros szövetséget csinálni? Ez a logikus, de tudja, hogyha ez a logikus, akkor ma már annyit meg lehetne engedni egymásnak, és nekem csak ezen az egy ponton van igazából vitám az LMP-vel. Ha azt mondaná, amit ön, ez én szerintem nagyon rendben van. Figyeljetek ide. Fiatal párt vagyok még én is, sőt, ez a másik is, ez a demokratikus koalíció is. Ráírjunk még erre, nagyon messze van ez a választás. Mutassuk a választóknak, hogy tudunk egymással beszélni, de hát hadd mutassuk már meg magunkat, hogy mi kik vagyunk, mit gondolunk, és ha a végén még hasonló lesz a támogatottságnak a szerkezete, a pártok támogatottságának a szerkezete, mint most, azaz nem emelkedik ki senki az ellenzéki pártok közül egyértelműen olyan erővel megverje a Fideszt, akkor majd ott nézzük, meg is üljünk, hogy mit lehet csinálni. Ez én szerintem nagyon rendben levő szöveg. Ez kielégíti az együttműködés pártiakat is, meg a
MSZP-vel, DK-val szemben kritikusokat is. Ennél azt hiszem, hogy elutasítóbban szólt az LMP, némi ilyen erkölcsi magasságról leszólva, hogy én nem fogok rehabilitálni benneteket. Nem szabad egymást bántani. Ez bízzuk a választókra, hogy kikit rehabilitál, gondolom én. Ezzel van bajom, de nem vagyok egy lelkizős típus. MSZP-vel milyen együttműködést képzel el Magyar Szocialista Párttal? Ugye ez is egy sikamlós terület. Nekem nem. Tehát én ma azt gondolom, hogy olyan széles együttműködésre kell törekedni, amilyen szélesre csak lehet, de ez fordítva is igaz. Ha már ketten együtt tudnak működni, még az ugyan kevesebb, mint hogyha három párt vagy négy, de több, mint hogyha egy sem. De ennek a közelében sem vagyunk. Nekem választási értelemben nincs a verzióm az MSZP-vel. Volt a verzióm a tekintetben, hogy szabad de nekem még azt a politikát képviselnem, arra jutottam sok nyüglődéssel, hogy nem. De hát tőlem azt kérdezik, hogy szabad-e az MSZP-vel választási együttműködést kötni, független attól, hogy nekünk milyen támogatásunk lesz akkor. Én azt mondom, hogy a mai tudásunk szerint nem csak hogy szabad, hanem kell is. De hogy vágják át azt a problémát, hogyha két olyan erőköt egymással választási szövetséget, amely egymás politikáját nem osztja? Akkor ez milyen szövetség? Minden koalíció erről szól. Hát, hogyha ketten-három, ha osztanánk egymás politikáját, akkor egy párt lennénk. Nézze, per definíció a választási szövetség azt jelenti, per definíció a kormánykoalíció azt jelenti, hogy olyanok működnek együtt, akik átfogó nagy kérdésekben osztják egymás álláspontját, de onnan kezdve egy sor szakpolitikai kérdésekben kisebb-nagyobb vitájuk van, ezért hát kompromisszumkényszer van. A magyar politikának mégis szerintem az a tapasztalata, hogy jobb, hogyha senkinek nincsen egymagában kétharmada, mert könnyen elcsábítja a kormányt, és nem baj, hogyha koalíciós a kormány, mert az is egyfajta belső ellensúly. És a legrosszabb, ami ma van, egy párti kétharmad, az láthatólag igen sok kalandba bele tudja vinni a kormányt. Szerintem nem baj, hogyha ellensúlyok vannak egy rendszerben. Nem tartja hatékonynak a jelenlegi kormányt? Villámgyorsan óriási változásokat csinált. Nézd, a hatékonyságnál van egy fontosabb szempont, az eredményesség és a közjó szolgálatában végzett eredményesség. Ha az ördög hatékonyan végzi a munkáját, akkor azt kívánnám, hogy bár lenne sokkal kevésbé hatékony, bár ezzel nem akartam azt mondani, a képet ne értsék félre, hogy maga az ördög kormányozza Magyarországot, de a hatékonyság nem önmagáért való. Mire használja a hatékonyságát? Hatékony az, hogy egy nap alatt elfogadunk egy törvényt. Hatékony az, hogy újra kell írni minden törvényt. Én szerintem nem az is, hogy minek az érdekében gyakorolja ezt a fajta erőt, azt gondolom majdnem fontosabb, mint hogy ez vita nélkül születik meg. Úgy látja, hogy ez ma megítélhető? Azzal a helyzettel nem számol, hogy a kormány elképzelése, gazdaságpolitikája, vágyai, víziói egyszer csak bejönnek. És akkor sikerre fordul minden. Nézd, ha itt teszi fel a kérdés, akkor azt mondom, hogy teljes bizonyossággal hát soha nem zárható ki. Amit tudunk a világ működéséről, amiben hiszünk, amit azok az emberek mondanak, akire odafigyelünk a világon, elemzőktől, sajtóig, politikusokig, azok azt mondják, hogy Magyarország rossz úton jár. Én nem állítom, hogy Orbán Viktor kormányának 0% esélye van, hogy ezt megcsinálja, de azt gondolom, hogy annál nem sokkal több. És azt is gondolom, hogy az elmúlt két évben, ezt a számot nem én magamtól mondom, 3-500 milliárd forintba került összesen nekünk eddig ez a kísérlet. Ez elég drágának tűnik, azért nem úgy gondolja? Hogy számol Bajnai Gordonnal, aki nem olyan nagyon régen terjedelmes írással jelentkezett? És együttműködő partnerként ott van a DK honlapján is a hazai haladás. Én szerintem kiváló férfiú Bajnai Gordon. Az a kérdés, hogy akar-e politizálni. Az önnek kérdés? Természetesen nekem van vele magántermészetű viszonyom. És találkozunk is, beszélünk. A Gordon ugyanazt mondja négy szem közt, mint amit mond nyilvánosan. Hogy ő egyelőre nem kíván magának politikai szerepet, ő teszi a dolgát a hazai haladás élén, jó minőségű szövegek jönnek onnan ki, amennyire én ezt látom, és hogy olyan nagy bajban látta az országot, hogy lemondás után közel két évvel szükségét látta, hogy általános politikai véleményt alkosson.
Ez szerintem nagyon rendben van. Hogy előáll egy olyan szituáció, amikor Bajnai megszülető politikai ambíciója találkozik a helyzet követelményével, ezt nem tudom megmondani. Hát nagyon teoretikusan, gyorsan még tudjuk venni ám ezeket a helyzeteket, hogy valamit mondjunk a választóknak, hogy nem csak víz van a fejünkben. Ha a mai kormány átalakulna, a mai kormány többség egy szakértő karakterű kormányt akarna magának Orbán helyett valamiért, akkor a szakértő karakterű miniszterelnököt jobb középről fogja hozni, nem bal középről. Ez nyilvánvaló. Ebben az esetben Bajnai nem lesz miniszterelnök, és senki erről a térfélről. Ha a mai kormány nem ezt teszi, hanem kitölti a mandátumát bármilyen politikussal, akkor sem Bajnai. Ha jön egy új választás, hát a kormány elveszíti a többségét időközben, és lesz egy új választás, akkor két lehetőség van. Vagy van világos végeredmény, és ott akik nyernek, azok maguk köréből fognak majd egy miniszterelnököt választani, vagy van valamilyen padhelyzet. Vagy azért van padhelyzet, mert mondjuk demokrata oldalon nem lehet megegyezni miniszterelnökben, és keresni kell egy külsőt, ez teremthet lehetőséget Bajnainak. Vagy azért van padhelyzet, mert mondjuk a háromosztatú parlamentben senkinek nincsen többsége, és nem kisebbségi kormány jön létre, hanem egy valamilyen szakértői karakterű kormány, ott megint vannak külsőknek. De ez mind ez olyan sok, ha én szerintem. És a politikának a főszabály mégiscsak az. A mandátum, a felhatalmazás közvetlenül a választótól jön, és pártok küzdenek a mandátumért, a győztes pártok vezetőiből lesznek kormánytagok. Ritka az, amikor nem így történik. A párt gazdálkodási szabályról is tárgyaltak a kongresszusnak a zárt részén. Sokat ostorozta még miniszterelnökként az úgynevezett fekete finanszírozást. Nyilvánosak a forrásaik? Illetve akkor is nyilvánosak lesznek, ha például sok pénzük lesz? Abszolút. Az a szabály, hogy minden negyed évben egyszer nyilvánosságra kell hozni, hogy mit költöttünk és mit csinálunk. És hogy kitől kaptak pénzt? Azt az is. Hát persze. Kik támogatják most a DK-t? Most senki. A legnagyobb támogatásunk, ami van, én szerintem a tagoknak a 3-4-5-10 ezer forintos támogatása. Én mindig azt mondom, hogy a legmagasabb tagi támogatói befizetésnek mindig a kétszeresét fizetem be, de itt ezzel vigyázni kell, hogy ugye maradjanak a normális viszonyok. Ha valaki azt gondolna, hogy ebbe bárki beletett, akár zsebbe csúsztatva, borítékba, dokumentumként, bárhogyan félmillió forintot, súlyosan téved. És szerintem a legnagyobb befizetés ebbe a párba támogatótól 50 ezer forint volt, mióta ez a dolog működik. 4,6-7 millió forint tagdíjunk volt a számlán, mielőtt a kongresszust megrendeztük volna. A kongresszusunk belekerült 2,5-3 millió forintba. Arról el fogunk számolni talán a jövő héten nyilvánosan is, hogy egészen pontos, hogy mi mennyibe került. És minden hónap, minden harmadik hónap közepén nyilvánosságra hozzuk ezt a dolgot. Ha valaki neki állna támogatni, ahhoz hogyan viszonyulna? Vállalkozás. Megkérdezném, hogy miért is nyilvánosságra akarnám hozni. Hogy miért? Azt is? Hát persze. Én azt nem szeretném, hogyha üveggyöngyökért megvennének egy pártot. Én most adok neked egy kis pénzt, és a hatalomra kerülsz, akkor te vissza fogod adni ezzel, azzal, azzal. Én ezt nem akarom. Ugyannyira nem akarom, hogy én azt kérem az enyémektől, hogyha valaki csak annyit ad egy vidéki szervezetnek, hogy egy helyiségét egy évig ingyen lehet használni, akkor rögzítsük azt, hogy ki adta, legyen tudomása erről a pénzügyi etikai stb. Bizottságnak, hogy még 3 év múlva is, ha kell, vissza lehessen keresni. Nehogy valaki azért támogatott egy helyi rendeletet, mert valamikor egy évre ingyenes használatba kapott egy helyiséget. Ezt szeretném. Hát nem tudom, hogy lehet-e ezt így csinálni. Azt remélem, hogy igen. Azt remélem, hogy igen. Hallgatóink is kérdeztek, néhányat már beleszőttem az enyémbe, de rendszeresen rövidebbet. Mi a véleménye arról, hogy Magyarország csatlakozott az uniós stabilitási paktumhoz? Jól tette, csak miért nem tette meg akkor a miniszterelnök úr egy jó hónappal ezelőtt? Jelenlegi családi adókedvezményrendszeren változtatnának-e, ha módjukban állna erre, egy 4 gyerekes apa kérdezi? Igen, azt kell neki mondjam, hogy igen, mi családi pótlék pártiak vagyunk, de mi nem szeretjük azt, hogyha akik többet keresnek, azok több családtámogatást kapnak, mert szerintünk a gyerekek e tekintetben egyenlőek. Milyen civil szervezetekkel terveznek együttműködést? Nagyon sokakkal működünk együtt, de hogy miután mostanában mindenki
párról beszél, informális beszélgetés, mint mindenkinek a Millával, szolidaritással természetesen van. Ezek jutottak valamire? Egymás megismerésére, fura módon, mintha a rendszerváltás időszakában lennék, magánlakásokon időnként konspiratív módon találkozunk. Izgalmas? Az eleje izgalmas volt, mikor először találkoztunk, abszolút, abszolút. Ma már nem, mert hát ismerjük egymást, már nem okozunk meglepetést egymásnak. És valamilyen ennél konkrétabb együttműködési irányt fel tudnak ilyenkor venni, vagy ismerkednek, ameddig el nem jön a tavasz? Volt, amikor konkrét dolgokról tárgyaltunk, magunk között szólva. Én például nagyon-nagyon fontosnak gondoltam volna, hogy február 1-én a második köztársaság ott megalapozó 46 évi első törvény megalkotásának és kikiáltásnak napján, a köztársaság napján szervezzünk nagy ellenzéki megmozdulást. Erre aztán jött a jobb oldal nagy megmozdulása, és akkor azt gondoltuk sokan, hogy ez a kard ki kard, ez talán nem lesz így jó, egy kis nyugalom ránk férne, de erről például voltak informális konzultációk, tapogatózások. Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Aréna vendége.